Üdvözlöm kedves nézőinket a Dunabogrányi Községháza elől. A mai napon rendezik itt a településen a brutál futást, és egyben egyébként a piacot is meg lehet tekinteni itt a Községházán belül. Jöjjenek velem, és nézzünk szét, mi is van bent! Már hagyomány Dunabogdányban a brutál futás. 2015 és 2016 után idén már harmadik alkalommal került megrendezésre az extrém futóverseny. Mindenki készül, már melegítünk, hamarosan kezdődik. Verseny. Már akinek. Az indulók közt voltak, akik gyalogolva teljesítették a 7,3 kilométeres távot. De a többség természetesen futott. Már hol lehetett. Fontos kellék volt egy, a nevezésnél kapott kék korszalag. Minden egyes checkpointnál, vagy ha úgy tetszik ellenőrző pontnál ezt a korszalagot kellett bemutatni, amire az ott lévő, nevezzük ellenőrök egy lenyomatot készítettek. Azt hiszem egy alapos kurancs vizsgálat. Amennyiben ezek az ellenőrző pontok kimaradtak, ugye a verseny érvénytelen volt. Senki nem úszta meg tehát a kullancsoktól hemzsegő bozótost. Volt néhány friss időpont kihelyezve, ahol hideg, legalábbis az élmezőny számára még elviselhető hőmérsékletű víz, valamint szőlőcukor is állt a rendelkezésünkre. A vége láthatatlan bozótos, majd az egy fokkal jobb erdei utak egészen a Lennhegyig vezettek minket, majd onnan jött a Köröshegy, a Csádri patak völgye, és következett újra a civilizáció. Kamerával külön hálózat. Azt gondolta, hogy a háló alatti kúszás lesz a verseny legextrémebb szakasza, az néhány száz métert követően kiozanító pofont kapott az élettől. Jöttem,
megjegyeztem. Idén debütált ugyanis a kötélmászás. Aki ezt sikerrel megvívta, annak jöhetett a következő meglepetés. Kötélen vissza! Azért kellett följönni, hogy aztán nem menjünk. Hát nem mondom, izgalmas volt mindezt egy kézzel. Azért az reményebb. A sikeres tarzankodást már csak egy egyensúlyt próbára tévő farönkön való átsétálás követett, majd jött a várva várt civilizáció. Szárazon a végét, a Diófa utca elején egy kis meglepetés várt minket. Konecsné Gabi jó voltából egy adag vizet kaptunk a nyakunkba, nem mintha a szaharát idéző szárazság uralkodott volna addig is a testünkön. Jól esett, de azért személy szerint vártam már a befutót. A sikeres célba érkezés után mindenki, vagyis az, aki az összes ellenőrző ponton megjelent, egy fa emlékérmét kapott, valamint az ilyenkor szokásos oklevél sem maradhatott ki a díjak közül. Érem ezúttal nem volt, hiszen ez valójában nem is verseny volt, hanem egy nagyszerű kis program, ami alaposan próbára tette a lábizmokat. A 79 indulóból mindenki sikerrel célba ért, majd kezdődhetett a falatozás. Volt gulyásleves, palacsinta és cseresznye is. Aki pedig tartotta ezt a sorrendet, annak vélhetően más is. Más volt a pálya, más kizívás volt. Nem a Dunaparkról indultunk el az önkormányzat területéről, a piacról. Így átalakítottuk a pályát is. Kimaradt belőle a Dunafutás meg a patakfutás, viszont sokkal több szintet raktunk bele, tehát fizikailag megerőltetőbb volt, nehezebb volt. Volt benne két épített akadály is, volt egy hálós, amit nagyon szerettek az emberek, és volt egy mászós, egy köteles, ahol föl kell mászni, domboldalon meg vissza is jönni, ahol hordtunk ki vizet is. Ezen kívül azt gondolom, hogy megfelelően jól, sokan jöttek. Tényleg meglepően sokan jöttek, jól éreztük magunkat, jól voltak a visszajelzések. Patron every hour, mama, how you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodies. I was done.